Jó reggelt! Micsoda ütemben voltunk. Ritmus! 7:30 és péntek 13. És egy picit foglalkoztunk már így a adás elején a babonákkal, meg a péntek 13-mal, de most egy picit ennél tovább megyünk. Nem tudom, hogy ki mennyire hisz a túlvilágban, és kinek milyen érzései támadnak, ha valaki mondjuk azt állítja, hogy ő például beszél a halottakkal. Nem mondjuk azon a szinten, ahogy annak idején Demi Moore-tól, meg Patrick Swayze-től láttuk a Ghost című filmben, hanem igenis jelen idejűleg egy hölgy, Kiskató, aki halott látóként apostrofálja magát, azt mondta, hogy, vagy mondja, hogy Berki Krisztián szellemével beszélget, és Berki Mazsi közt és Krisztián közt tartja a kapcsolatot, vagy kapcsolattartóként lép föl. Ez egy, azt gondolom, hogy érdekes beszélgetés lesz mindenféleképpen, úgyhogy nagyon szeretnénk Kiskatót itt vendégül látni a kanapén, és föltenni neki. Szkeptikusnak mondható, mindenképpen szkeptikusnak mondható kérdéseinket. Jó reggelt! Jó reggelt! Hát megmondom őszintén, mi még nem találkoztunk élőben, és egy teljesen más személyiségre gondoltam veled kapcsolatban. Te fiatal lány vagy, aki tulajdonképpen, hát egyetem ez a képességed, ez mikor derült ki? Ez már egészen pici korban azért megjelenik, hogyha valaki látó. Igen, én azt mondom, hogy annak tulajdonítom, hogy 7 éves koromban megrázott az áram, és akkor onnantól kezdve én más vagyok, amit nagyon nehezen fogadtam el. Meg kellett élnem a kiközösítést, illetve azt, hogy csúfoltak, nem foglalkoztak velem, nem voltak barátaim, tehát nagyon-nagyon nehéz volt így a gyerekkor és a felnőtté válás. Miért? Mi történik ilyenkor, amikor az ember egyszer csak elkezdi látni azokat, akiket más nem lát? Igen, tehát úgy látom őket, mint mondjuk titeket, csak hogyha egy függöny mögött állnátok. Tehát úgy tudnak megjelenni, amikor ők akarják. Tehát én nem idézek meg soha senkit, és ez ugye egyértelmű, hogy egy kisgyereknél bezavarja a dolgokat, és nem tudjuk eldönteni, hogy ez most mi. Rengeteget jártam pszichológushoz, ide-oda-amoda, aztán mindig az volt a vége, hogy túl nagy baj nincsen. Tehát tulajdonképpen ugye mi mit gondolunk laikus emberek, hogy van egy szeánsz, ahol megidézzük az elhunyt szeretteinket, de neked már erre sincs szükséged. Tehát amikor ők úgy érzik, hogy hogy meg kell jelenniük, és te jelen vagy, akkor kvázi mint egy közvetítő te ott vagy. Tehát, hogy tulajdonképpen akár itt most is láthatnál bárkit és bárhogy. Krisztián hogyan keresett meg, vagy honnan tudtad, hogy ő az? Amikor megtudtam az ő halálhírét, akkor egyértelmű, hogy ez engem is ledöbbentett, hogy ilyen fiatalon. És próbáltam nem foglalkozni a történettel, de hát utána rögtön elkezdődtek otthon a jelenségek, és ilyenkor nem nehéz kitalálni, hogy egyből ugye a frissen elhunyt fog megjelenni, és adott egyértelmű jeleket. Milyen jeleket adja? Amit szerintem az átlagember is érzékelhet bárki, ugye az otthonában vagy munkahelyén, tehát a lámpák elkezdenek rezonálni, áramingadozás van, a tévé elkezd zúgni, fehér zaj keletkezik, bármilyen zörgések, tehát ami ugye nem természetes, mondjuk fekszel az ágyba, és valaki a szekrényedbe matat, tehát mikor már nyugalom van, tehát ezek elég egyértelműek. És akkor ezt még lehet fokozni, hogy hangokat hallasz a fejedben, tehát hogy megszólít, vagy egy bizonyos mondatot mond, amit muszáj neked átadni valakinek. Nyilván nem kíváncsiskodunk, hogy mi volt ez az üzenet, de hogy egyértelmű dolgokat mondott neked, hogy ő mit szeretne még elmondani. Volt ilyen akkor ezek szerint? Nem kaptam engedélyt arra, hogy erről nyilatkozzak. Nem is kell, de csak kérdezem, hogy de azt gondolom, hogy igen, hogy elég egyértelmű dolgokat sikerült. És akkor ilyenkor ez azt jelenti, bocsánat, mert nyilván az ember szkeptikus, és azt gondolja, hogy akkor
olyan kérdéseket, vagy olyan információkat kell elkérni, amiket csak az illető, meg mondjuk én tudhatok, és akkor ez alapján azonosítható be a dolog. Bocsánat, hogy ennyire a nyomozót játszom, de nyilván az, hogy rezeg a lámpa, hogy fehér zaj van, ezek mind magyarázhatóak másképpen is. Az, hogy valaki tud valami információt a másikból, azt egy szélhámos ki tudja szedni bizonyos módszerekkel, és az illető azt fogja gondolni, hogy ezt nem is közöltem ezt az információt, amikor a másik közli velem is visszafelé megjön. Ugye érthető a kérdés felvetés ebből a szempontból. Hogy lehet ezt a dolgot kizárni? Mert egészen biztos vagyok benne, hogy szélhámosok vannak ebben a dologban. Azt nem tudom, mert mi nem tudhatjuk, hogy a valóság mennyi ebből, tehát hogy mennyire lehet valóban kapcsolódni a másik világhoz. Én kimondottan szeretem a szkeptikus embereket, mert ők nekem egy kihívás. Bár meggyőzni soha nem akarok senkit, mert van egy olyan kedvenc mondásom, hogyha el kell magyaráznod, hogy ki vagy, akkor nem vagy senki. Tehát sosem magyarázkodom. Viszont úgy gondolom, hogy én nagyon nagy szeretettel meghívnálak titeket majd az egyik előadásra, hogyha van kedvetek. És akkor ott meglátjátok, hogy mi történik. És válaszolva a kérdésre, igen, tehát én azt szeretem, hogy annyira konkrét, pontos, egyértelmű üzenetet ad át, amit csak ti tudtok. Például a kokáért, mondjuk neked valamelyik eltávozott szeretted, megmutatná a te 5 éves korodat, és hogy akkor mit kaptál tőle. Tehát ugye ez nincsen Facebookon, nincsen leírva sehol, tehát ez csak te és ő tudod. Vagy megmondja azt, hogy milyen színű ruhába voltál azon a napon, amikor az a fénykép készült, ami mondjuk nincsen közzétéve sehol. És akkor ezek azért elég erős közvetítések szoktak lenni. Ugye Mazsi is megkeresett, ez már azután volt, hogy a Krisztián jelentkezett nálad, és akkor ez is egy jel, hogy ő is oda vezette hozzád, vagy hogy történt ez? Nagyon jól fogalmaztad, mert ugye itt, hogy nekem megjelent, az egy dolog. Tehát én ilyenkor hallgatok, és majd a lélek elvezeti azt, akinek hozzám kell kerülnie, és akkor után kaptam a megkeresést, és utána tudtam átadni. Mennyi idő után? Nem sok napra rá, 1-2-3. Uh-huh. Ugye nagyon sokszor a rendőrséggel is együtt dolgozol, tehát sokszor keresnek meg téged különböző bűnügyek felkutatásában. Azért azt gondolom, hogy egy ilyen, én nem tudom, most már biztos te sem úgy fogalmazol, hogy teherként éled meg ezt az adottságot, de biztos, hogy nagyon sok emberi történettel találkozol. Hogyan tudsz a hétköznapokba visszamenni? Neked is van családod, gyermekeid is vannak, tehát hogy hogyan tud az ember létezni ebben a világban, amit mi ismerünk, miközben a másik világban is létezik, amit ugye nagyon sokan nem hajlandóak elfogadni, vagy azt mondják, hogy nincs. Nagyon nehezen, de ezt most már meg kellett szoknom, együtt kell vele tudni élni, és azt mondom, hogy ez egy képesség, ami véleményem szerint minden emberben megvan. Tehát én úgy gondolom, hogy úgy születünk, hogy mindenkinek vannak képességei, jónak születünk, aztán elromlunk, hogy újra jóvá válhassunk, és ilyen 30-40 éves kor körül az embereknek, férfinő, teljesen mindegy, jön egy törés vagy egy tragédia, amikor ugye kétségbeesésében elkezd fordulni a spirituális világhoz. És akinek mondjuk tisztább a szíve, az hamarabb kapja meg ezeket a dolgokat, tehát jön a belső hang, a megérzések, 6. érzék, stb. És akkor én úgy gondolom, hogy ezeket lehet fejleszteni. Tehát minél több olvasmánnyal, kutatással, utánajárással, és egyébként minden embernek van belső hangja. Anélkül, hogy nyilván nem is szeretnénk konkrét eseteket, de mikor a rendőrség mondjuk felkér téged. Most szó szerint akartam ezt a kérdést, gyakorlatilag szó szerint fogalmazod meg. Mi lélektársak vagyunk, hogy hát én biztos itt volt valami előző életünkben, de akkor neked mire van szükséged? Leülni az elhunyt családtagokkal, megérinteni az elvesztett ember, vagy az el
tehát akivel baleset történt, vagy akár egy gyilkosság, a tárgyait, tehát hogy mire van szükséged, hogy kapcsolatba lép vele, vagy nem is kell már semmi, mert jön magától. Szeretnék annyi mindent mesélni, de ugye nem szabad ezeket elmondanom, megpróbálom körbeírni, tehát volt egy olyan eset, egy olyan teszt, nevezzük tesztnek, amikor én is kértem azt, hogy engem vizsgáljanak meg, hogy most mi a helyzet velem, és kaptam olyan fotókat, helyszíni fotókat, amikor ugye velem nem volt közölve, hogy ott mi történt. És akkor ugye ezek lezárt ügyek, stb., és csak a fotót néztem meg, és teljes egyértelműen jött az információ. Uh-huh. És mindegyik teli találatos volt, és uh-huh. akkor ez így mind a két oldalnak visszaigazolás volt nekem is, illetve ott, akik vizsgáltak azoknak is, hogy ez egy létező dolog, és ezt el kell fogadni. De most is valami történik, mert nem tudtunk róla, hogy ez fog történni. A szerkesztőnk most mondta a fülünkbe, hogy te a riport előtt kértél egy papírt és tollat, és ráírtál valamit, nem pontosan tudom, hogy mi fog történni, de valamiért ezt kérted, amit most én átveszek. Hát ezt nem így szerettem volna, nem de semmi gond. Mi lett volna a feladat? Pontosan. Mert van egy üzenet, amit le kell írnom valakinek, igen, de nem hozzátok tartozik, hanem ide az egészhez tartozik uh-huh. egy embernek. Akkor nem itt adásban szeretnéd, hanem majd, hogyha vége a beszélgetésnek? Mi a... Leírhatom itt is. Jó, nem fogjuk mutatni, hogyha ha és azt kire, kéred, azt, hogy... Azért azt mondta, hogy kinek kell átadni? Vagy ezt így közösen kell kinyitnunk és felolvasnunk? Nem. Tehát ez egy konkrét személy, és hát Krisztiánnak köze volt hozzá ez az emberhez. Aha. Ó, értem. Jó. Nem kell itt most nagy dologra gondolni, egy bizonyos mondatot kell leírnom, és... Megteszed, hogy most leírod, anélkül, hogy a kamera mutatna? Köszönjük szépen. Rendben. Hú, hát bennem számtalan kérdés még felmerült. Nyilván fönnmarad, igen, az emberben egy csomó olyan dolog. Azt megpróbáljuk nem titkolni, hogy mi azért foglalkozunk a nem e földi dolgokkal, mondjuk így. Hát, de hogyha az ember azt mondja, hogy ó, édes Istenem, legyen ma már egy kis itt szép idő, az már az is egyfajta kapcsolódás a fenti világhoz. De amikor ez ennyire egyenesen és, hogy mondjam, kendőzetlenül jön szembe, például, amit az előbb elmondott Kató, hogy mondjuk a rendőrséggel együttműködve történik, akinél azt gondolom, hogy mondjuk egy nyomozónál szkeptikusabb, meg objektívebb ember nem nagyon mozog a tárgyi világban, ott is segítség tud lenni egy látó ember, akkor azért az ember elgondolkozik, hogy hol is van vége a mi világunknak. Megvárom, még Kató leírja, és aztán még azért van egy kérdésem hozzá. Amikor hozzád fordulnak, nyilván az ember nagyon nehezen dolgozza fel, hogyha valakit elveszi. Te mit látsz? Megnyugszanak utána az élő hozzátartozók, amikor kapcsolatot tudnak teremteni? Mik a legfontosabb kérdések? Nyilván az, hogy jó helyen van-e, megnyugodott-e, vagy... Tehát, hogy lelkileg te mit tudsz adni azoknak, akik itt maradtak, és mondjuk a gyászt fel kell dolgozniuk? Azt mondom, hogy ugye amikor valaki eltávozik az élők sorából, akkor 42 napig általánosságban a lélek itt van. Tehát az idő alatt el kell döntenie, hogy hogyan tovább, miként tovább, illetve számot vet saját magával. Én ugyan nagyon-nagyon hiszek Istenben, de mégsem azt mondom, hogy Isten bíráskodik felettünk, hanem hogy mi saját magunkkal nézzünk szembe, és végigpereg az életünk filmje, hogy mit kellene kijavítani, mit kellett volna másképp csinálni. És aztán utána következik az a lépés, hogy amikor ezzel számot vet, tettünk, hogy leszületünk, visszajövünk, később jövünk vissza, megtaláljuk a fénybe vezető utat, vagy maradunk a köztes létben még, stb. Tehát erről hosszan lehet beszélgetni. Na most, amikor ugye valaki megkeres, teljesen mindegy, hogy mennyi idő telt el az eltávozás között. Ha van üzenet, akkor mindenképpen van üzenet. Uh-huh. Tehát van, amikor itt 40-50 éves történetek is előjönnek, uh-huh. mert nyughatatlan a lélek, és szeretne valahogyan bizonyosságot adni, hogy létezik az élet után az élet.
és hát azt nem mondom, hogy megnyugszanak, hanem inkább azt mondom, hogy egy icipici vigaszt próbálok nekik nyújtani, mert hát sajnos nem vagyok varázsló, hogy vissza varázsoljam, ha megtehetném, tenném, de ez a kontakt, ez a kapcsolódás, ez a telefon, azt mondom, hogy szokott segíteni, már csak azért is, mert akkor, amikor ilyen pontos információkat kapnak, akkor elkezd gondolkozni, hogy ez honnan tudta, ezt nem tudhatta, ilyen nincs-e. Rövid történet, ha már annyira érdeklődtetek itt, ami most így az egyik legemlékezetesebb, van ez kettő ilyen nem is van, a Lourdes előadáson történt, amikor egy fiatal lány kérdezett a testvéréről, és elkezdtem mondani a dolgokat, majd konkrétan kimondatta velem a nevét is, hogy őt Anettnak hívták, ugye én nem tudhattam, hát ott nagyon sok ember van, és utána pedig mondom neki, hogy hát mit jelent egy Mickey Egeret mutogat, majd pedig fogta a lány, elkezdett sírni, megfordult, és a hátán ott volt a Mickey Eger, amit én nem láthattam, hiszen ugye így ülsz, nem látod, hogy mi van a hátamon. Igen. Tehát ez az egyik ilyen, ami annyira döbbenetes volt, hogy ott a helyszín engem is megrázott, azon kívül pedig egy másik ilyen előadásom előzményben, hogy délelőtt intéztem a saját kis dolgaimat, tehát egy kis relaxáció, stb., amikor ugye nincs ott a helye az ilyen dolgoknak, mert szeretnék kikapcsolódni, és folyamatosan azt láttam, hogy fut, szalad valaki, esik az eső, víz van, iszap van, és érzem az iszapot az arcomba, és érzem a lökést, érzem azt, hogy folytanak bele, nagyon-nagyon rossz rémképek, és ugye ez felzaklatott teljesen, este mentem az előadásomra, és már befejeztem. Elköszöntem a közönségtől, de hát ez még eszembe jutott, és elmeséltem ezt a rövid szösszenetet, majd megkérdeztem, mondtam, hogy ez az élető, ez a fiú egy gyilkosság áldozata lett, és hogy szeretném megtalálni a hozzátartozóját itt a terembe. És fölállt. Azt a minden. És belefolytották őt a vízbe. Azt a minden. Döbbenetes dolog. Uh-huh. Az, hogy utána fölállsz és bemész a közértbe vásárolni, és folytatod az életed. Szóval azért ez nagyon kemény, de elképesztő energiád van egyébként, tehát hogy az nagyon érzékelhető. Köszönjük, hogy itt voltál velünk. Majd megmondod, kinek kell ezt odaadni? Jaj, de nem akartam. Jó, Hajdú Péternek kell odaadni. Hajdú Péternek kell odaadni. Tudjuk. Rendben van. Köszönjük, hogy itt voltál. És akkor hagyom itt nektek? Igen. Szerintem ez oda zár le, ez egyértelmű, hogy senki nem fog belenézni, úgyhogy oda el fogjuk neki jutatni. Most nem akartam itt így végignyalni, úgyhogy csak így. Köszönjük szépen. Köszönöm.